Ébresztő. Minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig. A Pax FM-en. Na kérem szépen, sziasztok, szép napot kívánunk. 8 óra járunk 10 perccel, és hogy már tegnaptól elkezdtük ígérni nektek, hogy lehetőség szerint, és bízunk benne, hogy összejön a kapcsolat Kereszte Zoltánnal, aki Wuhanban él, és itt van, ha minden igaz. Szia! Jó reggelt, szervusztok! Na, hát... Szervusz Zoltán, szia! És hát gyorsan csak egy kis kiszólás ebből az egész történetből. Ugye vasárnap ünnepeltük a Nemzetközi Zoltán napot, ugye március 8-át, úgyhogy utólag is az Isten értessen, kedves Drúszám, téged boldog névnapot kívánunk. Köszönöm szépen, viszont kívánok. Na erre nem számítottál, ugye, hogy így indulunk? Hát nem, meglepett. Ami miatt hívunk, az egyik az, hogy ugye rendelkezésünkre állsz folyamatosan, illetve a legutóbbi beszélgetésünk kapcsán ugye felajánlottad, hogy bármi van, hívjunk, hogyha információra van szükségünk. Hát itt Európában nem tudom mennyire követed ugye a híreket, itt is már azért koronavírus... Folyamatosan. Aha, koronavírus helyzet van, ezáltal mi nem nagyon vagyunk tájékozottak arról, hogy igazából a gócpont, ahonnan kiindult Wuhanból, ugye ez a vírus, ott most veletek, mi a helyzet? Igen, hát ugye most már lassan ez a 46. nap, hogy otthon vagyunk gyakorlatilag. Az első egy-két hétben még ki lehetett menni, ahogy én azt a múltkor is mondtam, és körülbelül egy hónapja van teljes kijárási tilalom. És hát most ez nagyon úgy tűnik, hogy ez meghozza lassan a gyümölcsét, mert valóban ezek a számok megfertőződöttek, illetve hát az áldozatok száma az gyakorlatilag most már elenyésző ahhoz képest, hogy milyen volt egy hónappal ezelőtt. És hát ha valami, akkor ez a teljes kiállási tilalom, ez segít, mivel tényleg nem adnak esélyt a vírusnak, hogy tovább terjedjen. És hogy élitek meg egyébként? Hát igen. ez egy nagyon keserves lélegzetvétel volt. Nagyon mérő jön most ez a válasz. Igen, hát azért az elmúlt hetekben azért már éreztük, hogy ez nem mindig olyan egyszerű. Hát azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember kivel van. Ugye, hogyha megfelelő személlyel van összezárva, mint ahogy én nagyon szerencsés vagyok a páromban, akkor ez könnyebb. Hallottam olyan ismerősről, aki egyedül van, sokkal van egyébként egyedül, és az komolyabb probléma. Van egy amerikai író például, együtt szoktunk zenélni vasárnaponként, egy novellát ír, és egy nagyon intelligens fazon, és hát ő egyik nap már elkezdte fejelgetni a falat, mert egyszerűen nem bírta. A barátnője az itt van a városban, de nem találkozhatnak. Tehát azért nem hiszem, hogy mindenkinek ez annyira egyszerű. És hát a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy azért most már nagyon, nagyon jó lenne lemenni az utcára is. És jó, van valami híre erről, bocsánat Zoltán, mármint hogy Zombi Zoli, hogy látjátok-e már ugye a fényt az alagút végén, vagy mik most ott a tájékoztatások? Tegnap a miniszterelnök, ugye ez a Xi Jinping először meglátogatta a tartományt, illetve hát a várost, és hát mindenki arra várt, hogy itt most nagy bejelentések fognak elhangozni, de ilyesmi nem történt. Úgyhogy jelen pillanatban még nem tudni, hogy meddig tart ez az árlat. Hát gondolom, hogy megvárják, amíg jó pár héten keresztül nem lesz egy fertőzött se, és a halottak száma is nulla lesz. Hát most már ugye, igen. De most akkor pont ezt akartam kérdezni, hogy egyrészt akkor nyugtassál meg, hogy benneteket maga a vírus elkerült, tehát ti úgy vészeltétek át legalábbis eddig ezt az időszakot, hogy nem fertőződtetek meg, és akkor gyakorlatilag így vagytok ott jelen pillanatban. Nem tudom egyébként, hogy most lehet, hogy csúnya a kérdés, de azt szerintem te fogod érteni, hogy nem tudom, hogy nem lett volna jobb, most hülyén hangzik megfertőződni, és átesni végül is a víruson, nyilván egészségesen, mármint úgy, hogy szövődmények nélkül
mert hogy akkor elfben ti innentől kezdve immunisak lehetnétek rá, és akkor ti már idézőbe téve akár ki is mehettek és sétálhattok. Tehát, hogy most mondom, lehet, hogy faramúci a kérdés, de mi a jobb talán? Tehát, hogy átesni a víruson és egészségesen, és akkor túlélni, és akkor gyógyultan. Rendben van, gyógyultani, igen, ez a legjobb szó rá. Vagy ez, mert akkor innentől kezdve nem tudom, most, hogyha majd föloldják a karantént, hát akkor is csak benne lesz az emberben, nem ott a kisagyba hátul, hogy azért jó ideig, de hát még itt, hát ha mégiscsak valahonnan megkapom én ezt a vírust, és megfertőződöm. Melyik a jobb a két rossz közül? Hát nem vagyok a téma szakértője, de amit lehetett hallani, hogy voltak olyan paciensek, akik ugye pozitívak lettek a teszteken, nem produkáltak túlságosan súlyos tüneteket, tehát enyhe megfázás volt, aztán őket haza is engedték, mert negatívak lettek, majd később, hetekkel később újra pozitívak lettek, és tünetek jelentkeztek meg. Tehát én nem vagyok biztos abban, hogy ha egyszer megkapja a szervezet, akkor és legyőzi, vagy akkor még attól immunis marad. De minden esetre közben vígan fertőzi a társadalmat. Hát, hordozóként, igen. Jó, akkor ez gyakorlatilag most mit jelent? Tehát, hogy ha innen nézzük, akkor tulajdonképpen örök életetekre karanténban maradtok, mert hogy nem tudom, hogy mennyire lehet akkor ezt gyakorlatilag teljesen nullára redukálni, ezt a fertőzést. Tehát ezek szerint akkor nem lehet. Tehát akkor most, hogyha itt majd feloldják a vesztegzárat, és mindenki jöhet-mehet, mindig lesz, tehát főleg 11 millióan éltek ott abban a városban, mindig lesz valaki, akiben benne van, aki ezt hordozza, és akkor esetlegesen előbb vagy utóbb átadja, vagy ő rajta kijön. Tehát hogy lesz ez? Vagy hogy lehet ez? Tudom, hogy nem vagy, mondtad pont az téma szakértője, de hát talán ott azért az ottani tájékoztatás, nem tudom, hogy javult-e, majd azért erre is térjünk ki, de csak valahogy kitért erre, vagy sem, nem tudom. A tájékoztatás az gyakorlatilag az gyerekcipőben van ebben az országban. Maradt úgy. Tehát, amit mi tudunk, információ az leginkább a nyugati médiumokon keresztül jön át. A helyi médiákban propaganda szintű népnevelési programot valósítanak meg, kommunista jelszavakkal és lelkesítő fúvós zenével, és hát gyakorlatilag számomra egy elrettentő példa, amit én látok. Hát és ami ezzel kapcsolatos, például ugye tegnap, ahogy említettem, itt volt a miniszterelnök, és hát ugye ők most erre várják, hogy a nemzet az köszönetet mondjon nekik, hogy na, kérem szépen, a kedves vezér megállította gyorsan ebbe az országban ezt a kórokozót, és hát gyakorlatilag nem adott nagy sikert, mert... Vajon miért nem? És ennek kapcsán a helyi egyik vezér bejelentette, hogy hát az oktatásban különös figyelmet fognak fordítani arra, hogy a wuhani lakosságot gyakorlatilag arra neveljék, hogy hálát mutasson a párt felé és a vezér felé, mert nem lehet ilyen hálátlan, stb. Most pontosan nem tudom, hogy leírni, de valami ilyesmi hát volt. Értjük valamennyire. Igen, hát... igen. Hát ebben a helyzetben meg ez egész furán hangzik, vagy hát hogy, tehát gondolom ezt te úgy éled meg, hogy olyan szürreális, hogy ennél abszurdabb dolgot el se tudnál képzelni, gondolom. Hát nem igazán. Ez a kezdetétől ilyen. Igen. Szóval akkor ez nem változott igazából, tehát még mindig a Kína, aztán akkor ennek így kell lennie. Jó. Nagyon fontos kérdésem lenne, bocsi Zoli, már vetted a levegőt, látom. Nem, de csak annyi, hogy, és akkor a másik részére, mert ugye az a kérdésem egyik része volt, része, hogy lesz ez, tehát hogy mennyire lehet majd bízni abban, amikor majd azt mondják, hogy jó, akkor most már innentől kezdve lehet menni munkahelyre, lehet menni dolgozni, lehet menni iskolába, lehet ezt vagy azt csinálni, hogy ez tényleg kezelhető. Tehát igazából én azt nem látom így azok után, amit te mondtál, hogy hol lesz ennek a vége, vagy mikor lesz ennek vége. Tehát ha mindig lesz, vagy marad egyetlen egy ember, aki esetleg hordozza magában ezt a vírust, akkor gyakorlatilag ez bármelyik pillanatban ugyanúgy megint elindulhat, mint ahogy most elindult mondjuk december óta esetleg.
Hát sajnos ennek megvan a veszélye. Én arra gyanakszom, hogy azért halogatják ezt a nyitást, mert tényleg 100%-osan biztosak akarnak benne lenni, uh-huh. hogy itt nem maradt semmilyen nyoma ennek a kórokozónak. Na de hát az mikor lesz? És emiatt... Jó kérdés, mivel tudom én, de... tájékoztatás, azért te sem tudsz erre nyilvánvalóan válaszolni. De ha emiatt most hónapokat kell várni, akkor sajnos hónapokat kell várni. Tehát ezen, ezt nagyon sürgetni szerintem nem okos dolog. Uh-huh. Jó. Csúnyát fogok megint kérdezni. Ugye neked meg volt a lehetőséged, hogy esetlegesen annak idején, ugye azzal a francia repülőgéppel hazagyere Magyarországra, de ezt nem tetted meg, mert hiszen a szerelmed mellett szerettél volna maradni, és maradtál is. Egyébként mondjuk arra nem lehetett volna mód, hogy a szerelmedet is magaddal hozd Magyarországra? Visszatérve az első felére a kérdésnek, a külügyengem háromszor is megkeresett. Nagyon kedvesek voltak, nagyon segítőkészek, és megkérdezték többször is, hogy biztos, hogy döntök, biztos, hogy nem akarok jönni, mert van még egy gép, és még egy gép, és persze mindig az ember egy kicsit elbizonytalanodik is, átgondolja a lehetőségeket, de az a helyzet, hogy a párommal mi nem vagyunk házasok. És ugye ő kínai állampolgár, és annó, ugye pár héttel ezelőtt még pláne Wuhanból kizárólag csak európai állampolgárokat lehetett haza evakuálni, de az, hogy egy kínai állampolgár kapjon vízumot egy ilyen szituációban, ez gyakorlatilag kizárt volt. Ezt fel se vetettük, mert ez annyira... Jó, akkor így viszont tényleg csúnya a kérdésem, és valószínűleg azt fogod mondani, hogy nem, de nem bántad meg akkor, hogy ott maradtál ezek szerint? Nem. Nem. Jó, azért jó. Hát jó, csak a 45 napos karantén után már az emberben, hogy mondjam, képződhetnek olyan dolgok, amelyek azt mondják, hogy azt látod, hogy mondtad, hogy a barátod nyilván ő egyedül van, de hát már verte a fejét a falba, tehát hogy azért ilyenkor már azért elég olyan dolgok is előfordulhatnak, amelyekre az ember nem is gondol, vagy nem is számít bárkivel kapcsolatban. Igen, ezért nagyon fontos... Igen? Bocsánat. Mondjad. Ezért nagyon fontos, hogy nem szabad pánikolni, és amennyire lehet az embernek, el kell foglalnia magát, és értelmet keresni ebbe a szituációban, és lefoglalnia magát. Mert egyébként könnyen meg lehet őrülni. Főleg egyedül. Jó, fordítsuk meg, ugye mondtad, hogy nem szabad pánikolni. Hát most ezt a szót én még nagyon nem használom itt Magyarországgal kapcsolatban, de az egészen biztos, hogy már itt is elkezdődött valami. Például a kokáért ugye lemondták a március 15-i ünnepségeket, művelődési házakban nem tartanak színházi előadásokat sem. Vásárokat sem tartanak meg, tehát kezdődik itt is valami, sőt, mi több ugye a zuhany híradó, fogalmazzunk így, vagy nem tudom mi kapcsán, ugye beszélnek kormányülésről, amelyben esetlegesen nagyon fontos döntéseket hozhatnak, akár még azt is, hogy de ez tényleg ilyen országos pletyka, tehát ebben még semmilyen exakt dolog nincsen, de hogy esetlegesen hoznak olyan döntéseket, hogy uram, bocsá, az országot lezárják, tehát nem lehet kibe mászkálni. Esetleg még az is előfordul, hogy megfontolják itt Magyarországon is annak lehetőségét, hogy óvodák, iskolák, bölcsödék bezárnak egy időre, hogy azt akarnám kérdezni, hogy igazából, hogyha ez lesz, mármint, hogy pontosabban eljutunk mi is oda, mármint Magyarország is, hogy esetlegesen ilyen karantén feeling lesz, akkor mit tanácsolsz nekünk? Tehát azt ugye mondtad, hogy ezek szerint válasszuk meg, hogy kivel vagyunk egy légtérben vagy karanténban. Aztán, melyek azok a tanácsok, amelyek számunkra jók lehetnek? Tehát, hogy amikor elmegyünk a karantén kihirdetése előtt, vagy a kihirdetésekor egy üzletbe bevásárolni, hogy ne halljunk éhen, akkor melyek azok a legfontosabb, hiszen nektek ez már tapasztalat, legfontosabb alapvető élelmiszerek, vagy bármi más, újság, mit tudom, könyv, akármi, amit szerezzünk be ahhoz, hogy ne bolonduljunk bele egy esetlegesen hosszabb karanténba? Nagyjából jó a felsorolás, mert ugye az első és legfontosabb, ami részemről a legfontosabb, az a liszt. Mert ugye pékáru az Kínában az nem nagyon van, és hát én megtanítottam Fifit, hogy hogyan süssön kiflit, meg kenyeret, meg ilyesmit, és én napi szinten eszem, és hát ő is szerencsére. Tehát a liszt az nagyon fontos. Ahogy láttam, ez már régóta hiányzik Magyarországon.
az olvasnivaló az nagyon fontos. Használjuk ezt az időt, hogy egy kicsit ne a számítógépet, ne a telefonunkat nézzük, mert könnyen, tehát az egy ilyen 4-6 órás telefonbámulás az borzasztóan degradáló. És én megmondom őszintén, hogy az utóbbi években én nagyon keveset olvastam, és most elővettem egy-két olyan könyvet, amit még régről hoztam magammal, és hát nagyon felemelő. Tehát olvasni való. Aztán gyümölcsöket, ha lehet, akkor próbáljunk meg, hát nem is felhalmozni, mert ez azért korai lenne, ha esetleg bejut a krach. Amiről én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez egy rossz, hogyha lezárnak egy akár egy egész országot, biztos, hogy nagyon komoly megelőzés gazdasági lehet. Következményei vannak, és, és egyéb következményei, de még talán jobb a bizonyosság, hogy mindent megtettünk a megfékezés érdekében, mint hogy még mindig megvan a veszélye, hogy a hentesnél valakitől elkapjuk. Úgyhogy már erről beszélünk egyébként, hogy állnak a készleteitek, mert ugye azért mentetek, bevásároltatok lehetőség szerint, amit még találtatok a polcokon, van még elegendő ételital? Hát vizet gondolom azért tudtok inni. Igen, ugye az első pár hétenben kialakult egy élelmiszer hiány, amiről talán a múltkor ejtettem pár szót. Igen. És ez eléggé megviselt egy-két, tehát a kínaiakat azért megviselte, mert ők nem voltak arra szocializálódva, hogy felhalmozzanak élelmiszert, és egy hétre vegyenek előre dolgokat. És ez egy jó pár hétig tartott, aztán amióta van ez a kiárási tilalom, azóta a kormányzat beleállt egy nagyon komoly átfogó lakosság ellátó programba, és kifejlesztettek egy mobil applikációt, és gyakorlatilag a lakosság azon keresztül jut hozzá gyakorlatilag bármihez, bármilyen, tehát mindenféle húst lehet venni, zöldséget, gyümölcsöt. Most már a kedvesem tegnap rendelt elemeket is, tehát kifogytak az elemek, például a egy-két elektronikai eszközből. Tehát egyre több dolog elérhető. Tehát akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy házhoz szállítással kapjátok ezeket a termékeket? Igen. Milyen karantén? Hát teljesen jó. Jó, hogy karantén van, nem kell éhezni. Tehát igen. Rakott lábbal nézitek a tévét, és közben csöngetnek, hogy megjött a pizza. Tehát ez is... Mondjuk, hozzá kell tenni, hogy Kínában ez már nagyon régóta egy bevett szokás. Tehát a lakosságnak a zöme a interneten rendel mindenféle. Tehát a liter tejtől elkezdve a legnagyobb lapos képernyős tévékig mindent interneten rendelnek, és ugye megvan az a rendszer itt, hogyha nem tetszik nekik, 3 napon belül visszaküldhetik, mindenféle retorzió nélkül. Élesztő. Minden hétköznap reggel 5:30-tól 10:00-ig. A Paks FM-en. Na kérem szépen, sziasztok, szép napot kívánunk. 8 óra járunk 10 perccel, és hogy már tegnaptól elkezdtük ígérni nektek, hogy lehetőség szerint, és bízunk benne, hogy összejön a kapcsolat Keresztes Zoltánnal, aki Wuhanban él, és itt van, ha minden igaz. Szia! Jó reggel, szervusztok! Na, hát... Szervusz Zoltán, szia! És hát gyorsan csak egy kis kiszólás ebből az egész történetből. Ugye vasárnap ünnepeltük a Nemzetközi Zoltán napot, ugye március 8-át, úgyhogy utólag is az Isten értessen, kedves Drúszám, téged boldog névnapot kívánunk. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Na, erre nem számítottál, ugye, hogy így indulunk. Hát nem, meglepett.
ami miatt hívunk, az egyik az, hogy ugye rendelkezésünkre állsz folyamatosan, illetve a legutóbbi beszélgetésünk kapcsán ugye felajánlottad, hogy bármi van, hívjunk, hogyha információra van szükségünk. Hát itt Európában nem tudom mennyire követed ugye a híreket, itt is már azért koronavírus... Folyamatosan. Aha, koronavírus helyzet van, ezáltal mi nem nagyon vagyunk tájékozottak arról, hogy igazából a gócpont, ahonnan kiindult Wuhanból, ugye ez a vírus, ott most veletek, mi a helyzet? Igen, hát ugye most már lassan ez a 46. nap, hogy otthon vagyunk gyakorlatilag. Az első egy-két hétben még ki lehetett menni, ahogy én azt a múltkor is mondtam, és körülbelül egy hónapja van teljes kijárási tilalom. És hát most ez nagyon úgy tűnik, hogy ez meghozza lassan a gyümölcsét, mert valóban ezek a számok megfertőződöttek, illetve hát az áldozatok száma az gyakorlatilag most már elenyésző ahhoz képest, hogy milyen volt egy hónappal ezelőtt. És hát ha valami, akkor ez a teljes kiállási tilalom, ez segít, mivel tényleg nem adnak esélyt a vírusnak, hogy tovább terjedjen. És hogy élitek meg egyébként? Hát igen. ez egy nagyon keserves lélegzetvétel volt. Nagyon mérő jön most ez a válasz. Igen, hát azért az elmúlt hetekben azért már éreztük, hogy ez nem mindig olyan egyszerű. Hát azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember kivel van. Ugye, hogyha a megfelelő személlyel van összezárva, mint ahogy nagyon szerencsés vagyok a páromban, akkor ez könnyebb. Hallottam olyan ismerősről, aki egyedül van, sokkal van egyébként egyedül, és az komolyabb probléma. Van egy amerikai jó például, együtt szoktunk zenélni vasárnaponként, egy novellát ír, és egy nagyon intelligens fazon, és hát ő egyik nap már elkezdte fejelgetni a falat, mert egyszerűen nem bírta. A barátnője az itt van a városban, de nem találkozhatnak. Tehát azért nem hiszem, hogy mindenkinek ez annyira egyszerű. És hát értem. A saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy azért most már nagyon, nagyon jó lenne lemenni az utcára is. És van valami híre erről, bocsánat Zoltán, mármint hogy Zombi Zoli, hogy látjátok-e már úgy a fényt az alagút végén, vagy mik most ott a tájékoztatások? Tegnap a miniszterelnök, ugye az a Xi Jinping először meglátogatta a tartományt, illetve hát a várost, és hát mindenki arra várt, hogy itt most nagy bejelentések fognak elhangozni, de...